Oké, akkor folytatjunk a mi témánkat, Madhurya Kadambini. És ma fogunk beszélni a következő dolgokról. Hó, mindjárt csak meg kell nyissak a kis puskámat. Fogunk ma beszélni, hogy valójában hogyan is, mikor valaki tisztol, de még mikor valaki még rosszabbat csinál magának, azért, hogy tisztuljon, és ezt a kis törvényeket, amit Madhurya Kadambiniban és a többi acsárjáink tanítják. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyachade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Oké, rendben, akkor beszéljünk. Mindjárt csak megnézem, itt minden oké legyen. Jó, minden oké. Lehet, folytassunk. Oké, akkor Sanatan Goswami Bhaktirasamrita Szindhu odaadás nektárjában gyakorlatilag az egész könyv az elmagyarázza, megmagyarázza, hogy hogyan, mi a mechanizmus a lelki gyakorlatnak, a belső mechanizmusa, hogyan ez a mechanizmus által valaki el fog jutni a lelki tapasztalathoz. És milyen lelki tapasztalathoz, ami Úr Csitánya hozta, vagy bemutatta. Úr Csitányának is ez volt egy fontos szerepe, hogy ő megmutatta, hogy bhakti jóga az egy élő gyakorlat, hogy ott vannak nagyon mély és nagyon erős lelki élmények. És akkor ő a Úr Csitánya követői, vagy utódjai, mint a acsárjaink, ők ezt próbálták megmutatni, vagy olyan tanításokat nekünk adnak a gyakorlathoz, amit most mi is tanulmányozunk, hogy mi is tudjunk hozzájutni, vagy belépni ebbe a lelki tapasztalat a világába. Ezt csinálnak az acsárják, hogy adnak nekünk belépést, hozzáférést a lelki szeretethez, amelyiket Úr Csitánya tapasztalta. Aztán természetesen még Úr Csitánya után is volt másféle értelmezés a lelki gyakorlatnak. Valahol úgy is mondták, hogy ahhoz, hogy elérjél lelki gyakorlatot,
gyakorlatilag nem kell semmit tenned. Ez a Gita Harivamsa. Gita Harivamsa, ő Gopal Bhatta Goswaminak volt a követője, de ő azt mondta, hát nem kell semmit tenned, mert majd jön a kegy. Jön a kegy, te csak hidd el, hogy Úr Csitánya nagyon kegyes, és ez a, te csak valamit gyakorlatot csinálsz, de majd jön magától minden. Pedig ő Raganuga Bhaktinak a követője volt, de ezeket tanított. Minden alászáll majd egyszer rád. És Sanatan Goswami, és de lehet, van olyan, mi tudjuk, hogy indokolatlan kegyéből valaki csak így megkapja Isten szeretetet, de annak esélye az nagyon kevés. Van, működik, de nagyon kevés az esély. Ezért Sanatan Goswami Brihat Bhagavatamritában azt mondja, hogy igen, van kétféle út, amelyik által, vagy lehetőség, vagy hát igen, lehetőség, ami által mi megkaphatjunk lelki tapasztalatokat. Az egyik ez az, hogy emberek várnak, hogy mi megkapunk már kész állapotba az a kegyet, és akkor megvan. De van egy másik a lehetőség, amikor mi megkapjunk hozzávalók a kegyhez, és akkor abból összerakjunk. Mint magyarázzák, hogy van mondjuk egy gazdag ember, és ő a szegényekhez, éhes emberekhez kétféleképpen tud kegyes lenni. Az egyik, amikor már megfőtt ételt odaadja, a másik az, amikor ő megadja minden hozzávalók, és ember maga majd főzi magának abból, amit kapott, a ennivalót. Szóval ugyanúgy a mi bhakti forma, a mi kegy, amit mi gyakorolunk, és mit mi elfogadjunk, ez a második. Hogy nem teljes egészben készet kapunk, hanem kapunk hozzávalók, amelyeket alkalmazva a gyakorlatban megkapjunk Krishna iránti szeretettet. És pont ezt a féle módszert Viswanath Chakravarti Thakur magyarázza a saját könyvébe, a Madhurya Kadambiniba. Hogyha mi megkapjunk ezt a tudást, ez a hozzávalók, akkor meg tudjunk tisztulni. Jó, és most megyünk tovább a könyvben, könyv szerint. Most fogunk először beszélni egy kicsit arról, hogy hogyan alakul a mi tudatállapotunk mostani, a múlt karma szerint, és hogyan bhakti a múlt életnek a bűnös cselekvésnek a eredményeit, visszahatásait meg kitisztítja. Erről fogunk most beszélni, és hogyan tisztítja, meddig, és így tovább. Jó, akkor hát mostani, vagy inkább kezdjünk azzal, a múlt életünkben az ember végzi általában vagy vegyesen jámbar cselekvéseket és bűnös cselekvéseket. Valakinek dominál a jámbor cselekvés, valakinek dominál a bűnös cselekvés, és ez minden befolyásolja a tudatállapotot erre az életre. És például azok a személyek, akik végezték túlsúlyba bűnös tetteket, akkor ebbe az életbe olyan pszichikával születik, hogy már ott benne van vágy újra és újra elkövetni a bűnt. Szóval ez történik, mert általában a vágyakat ember áthozza előző életből másikba. Miért? Mert ezek szamszkárok, ezek a vágyok.
és ember végzi bűnös cselekvést, akkor kapja egy szamszkárot, és akkor ez a szamszkár az csittába lesz eltárolva, és akkor utána a következő életben az csak aktiválódik, és fel fog jönni ez a szamszkár, mint egy vágy. És akkor ember kényszerbe lesz megint bűnös vágyokat követnie. És általában van olyan, mikor már hajlam lehet látni először az emberben, hogy hajlamos a bűnös cselekvésre, aztán amikor érett lesz ez a szamszkár, akkor mikor konkrét vágy, és akkor elkezd próbálni cselekedni úgy bűnösen. Szóval ez a szamszkár, ezek a pszichikai tudatállapot. Szóval még egyszer, akkor a bűnös szamszkárok feljönnek következő életbe, és késztetnek ember bűnös tettekre. De van, amikor valaki jámbor cselekvést végez, ez is karma. Annak is lesznek visszahatások, az is szamszkárok, és a jámbor cselekvésnek a szamszkárok arról szólnak, hogy ember ragaszkodik, majd kicsit később erről fogunk beszélni, az élvezethez, mert mikor jó a karma, jó csináltál előző életben, akkor most mindened megvan, egészséges vagy, szép vagy, van gazdagság, van minden, és akkor te elkezdesz ragaszkodni ehhez a jóléthez. Ez az egyik, és utána a másik, hogy felszabaduláshoz ragaszkodik valaki. Ez a második dolog. De most, igen, és akkor van általában olyan emberek között, na sokszor nem emberek között, meg hogyha elmennek egy ezoterikus valakihez, aki egy fél füle hallott a karmáról, és akkor azt mondja az ember, hát most valami történt, valami nagyon rosszul érzem magamat, és ember mondja, hát, mert karmát csináltam. Akkor most mit csináljak, hogy ettől a karmának a visszahatásától megtisztuljak? És akkor mondja valami, úgy mondják, hogy prajaschittát. A prajaschitta ez olyan tevékenység, ami a karmának a visszahatását semlegesíti. De a probléma, hogy, és hát ez a Srimad Bhagavatam, ez a Védákban van sok történet erről, hogy mikor prajaschittákat javasolnak embereknek, hogy tisztulj meg a negatív hatásoktól, a múlt karmától. De a probléma az, hogy az nem tisztítja ki a gyökeret a karmának. Ez azt jelenti, hogy ember újra és újra fog csinálni. A gyökér az azt jelenti, hogy késztetés újra elkövetne bűnt, az ott lesz. A bhakti, mit csinál a bhakti? A bűnös vagy szamszkárokkal. Ott, nézzük meg, most nem tudok rajzolni, de van tudatunk. A tudat az a rész a csittának, ahol már most megnyilvánult szamszkárok, vágyok vannak, és van csitának az a rész, ahol olyan tárhely, ahol szamszkárok sok-sok életről megvannak, de nem tudunk hozzáférni, azok inaktívok egyelőre. És amikor valaki baktit gyakorol, akkor az megszabadítja a bűnös cselekedetektől, megszabadítja ugyanakkor a szamszkároktól, a vágyoktól, a bűnös vágyoktól. Ember kezd gyakorolni, és akkor látja, hogy érzi, hú, ez már nem szeretek csinálni, amit régen csináltam, fú, az hogyan bírtam ideig csinálni, nem is értem, ez nagyon rossz, és akkor így változik a tudatja. De valójában teljes mértékben kitisztítja a karmától a bhakti. Ki tudja, mi történik? Az történik, hogy tisztítja, lehet, hogy számítógép nyelven fogok mesélni.
Valamikor nekünk vannak olyan fájlok, ami már nincs rá szükség számítógépen. És akkor mi kijelöltünk, és mondjuk delete. És utána kosárból is letöröltünk. És akkor úgy láttunk, hogy már nincsen a képernyőn a fájl. De valójában nincs letörölve a fájl. Az ott maradt a lemezen. Milyen lemez? Merev lemezen. Mi történik, amikor mi delete-et nyomjunk? Az történik, hogy az indexet, az útod hozzáférés a fájlhoz törli csak. Szóval ugyanúgy, amikor valaki elkezdi gyakorolni kezdőszinten, és úgy látja, hogy változnak a vágyok, tisztul a vágyoktól, akkor ez nem jelenti, hogy már nincsen, hogy ott maradtak szamszkárok, csak hozzáférés le van törölve. És akkor ennyi. De tudjunk, hogy a számítógépben vannak olyan applikációk, programok, mert nagyon sokszor ember véletlenül eltörli valami hasznos dolgot, és utána fogja a fejét, júj, egész évnek a munkáját töröltem, most mit csináljak? És akkor erre van egy szoftver, amit undelete, vagy recover, úgy hívják, ami visszaállítani lehet a törölt fájlokat. Ugye? Van olyan. És ugyanúgy, ami tudatnál, a pszichikánkban is van olyan szoftverprogram, hogy a bűnös szamszkárokat lehet visszaállítani, ami úgy tűnik, hogy töröltek. Szóval az csak felszínűre törölve van, de belül az csittában nincs törölve. Ki tudja, mi az a szoftverprogram, amelyik által vissza lehet állítani törölt bűnös fájlokat, szamszkárokat. Aparát. Teljesen jó. Igen. Az aparát, amikor valaki sértéseket követi el, ezzel vissza fog hozni törölt vágyokat, mert nem törölte, hanem újra aktiválja, és akkor megint ott vannak a vágyok. Nagyon sokszor lehet látni, hogy valaki, aki elkezdte szépen gyakorolni, akkor nagyon megváltozik, és tényleg nincs vágy. De egy idő múlva, mivel nem óvatos, elkezd sértő lenni baktákkal szembe, Szent Névvel szembe, akkor újra megjelenek, és főleg a Vaisnava aparát, azt mondják, hogy a Vaisnava aparát olyan erősen felhozza a régi vágyokat, hogy meg is erősíti, hogyha idáig, amikor még nem voltak törölve, ember tudta kontrollálni, de bakták sértegetés miatt kontrollálatlanra megerősödnek a vágyak. Szóval ez egy nagyon érzékeny pont. Szóval ez a most a bűnös karmáról egy kicsit beszéltünk, hogy hát a jámbor karmát is ez csinálja. Lényeg, hogy baktin nagyon erősen tudja ezt kijavítani. Aztán később, ami már beszéltük másik, vagy itt is beszéltünk, hogy ahogy fejlődik, annál jobban nehezebb hozzáférés lesz a bűnös a szamszkárokhoz. És akkor, amikor már prema szinten van, akkor ott már nincs szamszkár. De ez egy darabig még tartalékban van, de minél magasabb szintre kerül, annál mélyebben, távolabb van, hogy újra aktív legyen a szamszkár. De Vaisnava aparát bármilyen szinten, hogyha történik, akkor ezek a szamszkárok fel fognak jönni, és akkor kontrollálatlanok lesznek. Szóval ez volt a kicsit a duskritotta, a bűnös, akkor a jámbor cselekvés. Ugye jámbor cselekvés ragaszkodást ébreszti, hogy mondtam, élvezethez, de még más kettő dologhoz is. Maga ilyen igazsághoz, nagyon igazságos lesz az ember, ahhoz ragaszkodik. Igen, igazságos cselekvés, hogy nagyon, nagyon erkölcsi, nagyon igazi, igazságos. És amikor ember túl erkölcsi,
túl morális, ez is akadály tud lenni a lelki fejlődésen. Mint a Yudhisthira Maharaj, amikor Krishna mondta neki, mondd meg, hogy Ashvatthama halott. Hogy meg kellett állítani Dronácsáriát, és kellett hazudni, hogy Ashvatthamának a fia halott. Persze Krishna megülte elefántot, az is Ashvatthama volt, és Yudhisthira, mivel ő sose hazudott egész életében, erkölcs morális király volt, azért nem Krishnának nagyon kellett erőszakosan kinyomni belőle ezt a mondatot. És akkor végül mondta, Ashvatthama halott, és utána mondta, hogy elefánt. Miért? Mert amikor túl ragaszkodik valaki az erkölcs, morális dolgokhoz, akkor ő nem fogja megérteni Krishnát. Mert ő azt gondolja, hogy van Krishna, és van morális, erkölcsi elvek. Olyan ember például nem tud érteni, hogy Krishna kicsi, és lopja a vajat. Az nem, ez nem erkölcsi, nem morális. Szóval ez az ember nem fog értékelni Krishnának a csodálatos természetét. Vagy valamikor nemrég beszéltem egy ismerőssel, és akkor ő azt mondta nekem, hogy nem érti, hogy miért Krishna próbálta rávenni Arjunát, hogy megöljen a rokonokat. És akkor ő azt mondja, hát én nem is bírnék megölni a rokonaimat, aki velem beszél telefonon, vagy messengeren. Hát akkor erre mi a válasz? Mit tudtok válaszolni, hogyha valaki kérdezi? Hát mi azt halljunk, a vallások, meg mindenféle lelki útak, az minden ilyen marásülés és erkölcsi, ne ölj például. Mi azt mondjuk, ne edd meg hús, mert nem ölj meg az állatot, a Bhagavad Gita-ból Krishna mondja be, ödd meg a rokonaidat. Erre mit válaszolunk? Te mit válaszolsz? Miért ez nem így jól teljesen, tehát teljes kép nincs így kimutatva. Igen? Milyen kép nincs kimutatva? Nagyon sok minden előzménye volt ezeknek a dolgoknak, mert ugye meg egyébként is most itt harcosokról beszélünk, itt királyokról beszélünk. Akik ez volt a darmájuk, hogy ők harcolnak egymással. Uh-huh. Jó, ez is egy válasz. Jó, igen. Jó, nektek van. Hát erre röviden úgy lehet válaszolni, nem is kell előzményeket nézni, hanem Krishna, ő abszolút igazság. És hogyha mi azt gondoljuk, hogy megölni valakit, mi szempontból ez nem igazságos, de amikor Krishna mondja, öld meg, akkor ez az igazság. Ez az abszolút igazság. Ő az abszolút erkölcs és morális elv. És hogyha valaki ezt érti és bízik, hogy igen, hogyha Krishna mondja így, akkor ha valaki megöli, akkor ez biztos, hogy akiket megölnek, jó fog járni, mert Krishna akarta, és aki ezt megcsinál, ő is jó fog járni. Miért? Mert ő elfogadta Istennek az akaratát. A másik, akkor lehet mondani, jó, akkor most holnap Krishna mondja itt nekünk, akkor megyünk gyilkolni? Nem, hát most nekünk nem fog mondani ebbe a korba. De akkor ott az volt. Szóval nem, amikor külön látni, szóval túl jámbor ember, ő külön tud látni Istent a morális elvektől. Ez az akadály. Ezért a tiszta látás, ez amikor a morális és erkölcs, ez Krishna maga. És hogyha amikor Prabhupád Krishna könyvben rengetegszer magyarázza, amikor Krishna lopja vajat, ez tiszta. Ez nem szegi meg semmit, mert Krishna, mint akkor valamit csinálsz, teljes, tökéletes és abszolút igazság és tisztaság. Amikor a gopiktól ellopta a szárikat, az tiszta. Na, így látja Prabhupád, így látja a bhakta. Szóval az az igazság, amit Isten csinál.
És hogyha ő egy perc múlva Isten a fehérre mondja, hogy fekete, az az igazság. De túl morális ember nem fog vitatkozni. De nem, nem. És akkor te nem értesz, hogy Isten mit csinál, mit akar. Ez a akadály lehet. Igen. Szóval, és akkor igen, ott van, ez az egyik, akkor a másik, hogy vannak ezek a kettő vágy, ahogy mondtam, a jólétnek az élvezete, és a vágy a felszabadulásra. Ez a jámbor cselekvésnek a problémái. De Bhakti minden, mint a jámbor tetteket, mint a bűnös tetteket semlegesíti. Ez a Bhakti, az a jó. Igen? Csak akarok kérdezni egy hirtelen, mert én nem tudom, jól értem, akkor ott a moralitásnál ott az a probléma, hogy ott az én igazságom az, ami... Azaz, igen. Ez az én igazságom, igen. Igen. De hát a mi igazságunk az relatív. Igen. És a Isten igazság az az abszolút. Igen. Ez jó. Nagyon jó. Igen. Igen, és akkor most megbeszéltünk egy kicsit a bűnös dolgokról, most pedig elkezdjünk beszélni, hogy még egy dolgot. Hogyha valaki sértő előző életbe sérti Istent, más személyeket, mert most beszéltünk a bűnöktől. A bűnök, a jámbar bűnök, ezek, amit beszéltünk, gyümölcsöket hoz, a bűnös tettek, bűnös cselekvésre vágyat hoz, ember újra fog bűnözni, és a sértő, a aparát, aki aparát mondott követi, sértő, akkor ezt létre fog hozni a sértő természetünket. Miben nyilvánul meg embernek a sértő természete? Ti mit gondoljátok? Hát, hogy egy kicsit valakit megcsipni, ugye, kicsit így beszólni valakinek. Vagy mikor úgy kicsit neki fáj, és akkor én így érzem, igen, most. Szóval ezek a ilyen sértő, ez a mérges valaki, mérges. Gonosz, azaz, gonosz. Gonosz lenni másokra. Irigy lenni másokra, ez a sértő, amikor ilyen nagyon így... Hát sajnos oroszul van olyan, hogy ilyen égető ember, amikor így mindenkit valamit egyfolytából piszkálja, megszúrja, hogy kritikus, mindig valakit meg akarja szúrni egy kicsit. Mind nem bírja, hogy nem bántja valakit. Szóval ez a sértő természete, ez nagyon erősen kezd nyilvánulni. Minden nagyobb sértő dolgokat megcsinálta előző életben, akkor ebben az életben már így, ez az alap beállítások. Így születik meg. És akkor ez kényszeríti a sértő természet végrehajtani újabb és újabb sértéseket. Egyre jobban és jobban sértő lenni. És ember nem tud megállni. A Srimad Bhagavatamban ott van a Daksa. Daksa egyik életben kit megsértette? Ki tudja, ki emlékszik? Úr Sivát, és utána a következő életben megint. Akkor kit? Narada Munit megsértette. Szóval aki egyszer sértő volt, az következő életben biztos sértő lesz, mert hát nincs más szamszkár, csak az van, nem? Akkor ez fel fog jönni, és akkor ember sértegetni fog. De mi a sért... Szóval van, mi beszéltünk, hogy a bűn az tudatlanságot erősíti, és embert befedi. A sértéseknek a visszahatás sokkal veszélyesebb. Mert a sértések által el lehet pusztítani összes lelki eredményt. Amit elérte valaki, az minden el fogja pusztítani. Tudjunk, hogy gyakori példa, amit
szokták nálunk használni, ez az elefánt porcelán boltba, vagy elefánt, örült elefánt a kertbe. Képzeljétek el, hogy most elkezdtünk most kertészkedni, és akkor kis növénykék most még frissek, most kezdenek nyilvánulni, kibújni a földből, és még nagyon gyenge. És akkor egy örült elefánt elkezd ott rohangálni oda-vissza, oda-vissza, eltapossa, megüli. Szóval ugyanúgy a baktilata, a baktinak a kis növénye, nagyon, nagyon érzékeny, nagyon gyenge, és a sértéssel az teljesen meg lehet semlegesíteni, meg lehet ölni. És jó, és Jiva Goszvámi, ő magyarázza, hogy hogyan ezek az aparádok, ő sastrát idézi, és mondja, hogy hogyan nyilvánul meg ez a sértés. Azt mondja, hogy ha valaki Jaisi Lakshmi Sade Bhagavan ki Jai. És ez úgy nyilvánítja meg, nyilvánul meg sokszor, hogy és ez a, ami legveszélyesebb, amikor magában is nem lehet észrevenni ezt a mentalitást, amikor külsőleg alázatos valaki, és minden szép és jó. Külsőleg csinálja profin a szolgálatot. Nagyon jól csinálja. És akkor megnézel, hát jobban csinál, mint az, aki nem sértő. De belül ott van a sértés. És ez sokszor nem lehet rögtön. Krisna látja, de mások lehetett nem is látnak. Hát persze tapasztalt ember észre fog venni egy idő múlva. És szóval külsőleg olyan, mintha tisztelet van, de ugyanakkor belül nagyon kritikus, nagyon sértő lesz. És példa ez a Duryodhan. Amikor Dvárakában meghívta, vagy Dvárakában, most nem emlékszem hova, de meghívta Krisnát. És akkor mondta ott előkészítéseket, összehívta a legjobb szakácsokat. És az is találta ki, hogy hát neki volt egy palotája, ami nagyon pompás, de kitalálta, hogy a Dushasanának sokkal jobb a palotája, és akkor gondolta, akkor ott fog Krisna lakni. Akkor legjobb szakácsok, legjobb táncosnők, legjobb zenészek, mindenki legjobbakból volt, ami csak lehet királyságból. És mikor jött Krisna, akkor mondta neki, ó, Krisna, gyere! Nézd, ez mind neked, itt legjobb brámanák, a királyságban énekelnek a himnuszokat, a palota sokkal jobb, mint az enyém, Dushasana, ott fogsz lakni, a legkiválóbb szakácsok főzték neked, a legjobb táncos lányok fognak táncolni neked. De Krishna nem fogadta el. És akkor mondta neki, nem, köszi szépen, megyek, nem kell. És akkor a Duryodhan akkor kibukott, elkezdte Krisnára kiabálni. Mondani, hogy nem fogadott el? Mit képzeled magadat? Én itt készülök mióta. A legjobb dolgokat neked ajánlom. Fogadd el. Szóval amikor külsőség ilyen van, Krisna érzi a hamisságot. Szóval amikor mi külsőséget akarunk csinálni, de belül van sértés, akkor ezt Krisna nem fogadja el. És mondta, hát mivel te mindig kritizálod a baktákat, az pandavákat, ezért én nem fogadom el tőled. És azt mondja, Duryodhan, hogy nem fogadod el? Én neked ajánlom fel, te vagy kötelezve elfogadni. Nem? Hát én csinálom, Krisnának főztem, most felajánlom. Bármit csináltam, szolgálatot, akkor Krisna el kell, hogy fogadjam. És Krisna azt mondta, én neked nem vagyok elkötelezve. Ez még így lehet is analizálni, amikor mi végzünk szolgálatot, hogy milyen mentalitás, mert lehet, hogy mi csináljunk, de hogy belül közben, ó, ez a bakta ilyen, ez olyan, az olyan, akkor rögtön tudjuk, hogy ez nem odaadó szolgálat. Krisna nem fogadja el ezt most az odaadó szolgálatnak.
És akkor mondta, jó, inkább elmegyek. És hova ment el, ki tudja, Krishna akkor? Vidurához, igen. Eljött Vidurához, és Vidura nem volt otthon. Ott volt a felesége. És mikor meglátta Krishnát, akkor teljesen, hirtelen, hát ők nagyon szegények voltak, és nem tudták, mit adjon enni, aztán gyorsan találta valami banánokat, leülte, nézte Krishnának a gyönyörű szép arcát, pucolta a banánokat, eldobta a banánt, és akkor héját odaadta. Krishna neki nézte az arcát, mert ott volt az a odaadás, őszinte, fogta azt a banán héját, és nagy élvezettel evett. Szóval ott neki legpompásabb dolgokat ajánlottak, nem fogadta el. Egy baktától, aki tiszta szívvel ajánlja, neki a legnagyobb lakom a banán héja is. És amikor Vidura visszajön, és akkor látja, mit csinál a feleségem, sértő, Isten itt van, ő banán héját neki ajánlja, ki már látta egy ilyet. És akart volna szólni, de Krishna mondta, ne, zavar, most ez a préma bhakti, ami ömlik belőle, ezt ne zavarjuk meg. És Krishna nem engedte megzavarni. És csak tovább volt ez a kapcsolat, ahol a boldogság csak így fokozódott. Szóval ez amikor nincs belül sértés. De amikor van, akkor legnagyobb dolgot valaki csinál, Krishnának nem kell, mert ő nincsen, ő nem függ, mert minden az övé. Ő a szeretetten függ, és nagyon érzékeny, mikor sérte valaki. És és mit próbáltam még csinálni Duryodhan máskor? Egyszer neki a legjobb barátja volt. Ki volt a legjobb barátja? Jó tanácsadója? Sakuni. Igen. Szóval látjátok, tanácsadója rendszer már azóta működik, ami mi is gyakoroljunk. Sakuni mondta neki, figyelj ide, kössünk meg össze a Krishnát. Fú, azt mondja Sakuni, te tényleg legjobb barátom vagy, te mindig a legjobb tanácsokat adsz. És akkor gondolta, hogy most összekötöm Krishnát. Mert Yashoda mama összekötötte már Krishnát gyerekkorában, akkor hát én csak erősebb vagyok, mint egy nő, meg tudom kötözni Krishnát. Ez a materialista felfogás, hogy valaki elmével megköti Krishnát. Hát nem lehet. És Krishna nem engedi. Szóval ez a sértő dolog, amit anyagi felfogás Istenről. Ez történik, ugye most beszéltünk az aparádról, a sértésekről, és a sértés mentalitás, ez ami Jiva Goswami mondja, az a pont, ami kívülről nagyon szép és jó, de belülről rohadt. Belülről valaki kritizál másokat. És attól a pillanattól már nincs odaadó szolgálat. Nem tudom, sajnos, nagyon sajnos, de láttam több ilyen példát, mikor valaki nagyon jól csinálta a dolgokat, de mikor belülről elindult sértegetés, és az mindent igazságos, nem igazságos, és Istent nem érdekel. Mert vannak civilizált módszerek megbeszélni dolgokat. És én már látom, hogy megy a számláló visszafele, mikor fog abba hagyni a bhakti jógát. Sajnos ez többször megtörtént. Szóval attól a pillanattól, amikor valaki külsőleg csinál, de belül már ezek ilyenek, nem hagynak engem én, amit velem itt megcsináltak, miért képzelnek maguknak, attól a pillanattól már ez nincs odaadó szolgálat. És csak a Krishnának, amikor elfogy a türelme, 108. sértés, akkor viszlát. De nem lesz kirúgva, hanem ahogy beszéltünk elején, a vágyok úgy felerősödnek a szamszkárok, az andilit, amit mondtunk, hogy újra installálja törölt dolgokat, és olyan erős lesz, hogy ember nem fog tudni kontrollálni, és elmegy. Oké. Még van egy kis időnk. Most még beszéljünk a következő dologról. Visvanath Chakravartit akkor következő részt magyaráz a könyvébe, a Madhurika Kadambinibe, hogy négy aparádot, hogy a mi tudatunkban vannak olyan sértés anarták,
Ugye, mert aparád, a sértés anartákat eredményez. Nem kívánont, vagy haszontalan, vagy inkább gaz. Nem csak haszontalan, hanem káros tulajdonságokat. És akkor ő azt mondja, hogy van, akkor van, ki tudja, milyen négy aparád van, ami anartákat eredményez? Náma aparád, nagyon jó. Guru, Vaisnava inkább, igen, Vaisnava aparád. Hogy? Hát igen, ez a négy kategória, és a többi oda tartozik. Például a tíz sértés, az náma aparád, és a guru aparád, az náma aparád. Igazából, hogyha mi megnézünk. Jó, akkor van náma aparád, Vaisnava aparád, Dáma aparát, ez a szent hely ellenesértés, és Széva aparát, igen, Széva aparát, ez a szolgálat közben, mikor sértés követjünk el. És most nem megyünk minden négybe, most megbeszéljünk a Széva aparától. Miért? Mert a Széva aparát az a legkönnyebb meg lehet szabadulni tőle. És természetesen odaadás nektárjába a Rupa Goszvámi felsorolja 32 Széva aparát. És ez Varaha Puránából és Nrisimha Puránából sorolja fel ezeket az aparádokat. Odaadás nektárjában. És azt mondja, hogy igen, hát hogyha valaki valami oltáron vagy Pudzsáriba sokszor, vagy akár így templomba valamilyen szolgálat közben valamilyen sértés elkövette, Széva aparát, nem tudom, például nagyon sokszor lehet látni reggel, amikor tulasz járatét valaki tart, utána befejezte, leborul, és megfogja a tálcát. Ez Széva aparát. Mert acsmanozni kell a kezet, mert föld után a parafernáliákat nem szabad megfogni. És akkor sokan megfogják, és akkor visznek. Vagy megfogják, vagy megacsmanoznak, megfognak az asszanát, átraknak másik kezbe, és megfogják a tálcát. Ez is Széva aparát, mert asszaná, ahol mire álltunk lábbal, azután is acsmant kell csinálni. Szóval annyi sok van, amikor, hogy nem biztos, hogy minden ember tud követni. És akkor előbb-utóbb elköveti Széva aparátot. De ahogy mondja Visvanak Csakravarti, akkor de hát vannak sok stotrák, mantrák, ami semlegesíteni. Lehet Bhagavad Gita-nak a verseket egy fejezetet mondani utána, lehet mondani Vishnu Sahasra Nam, de lehet mondani, ami Pudzsáriban van kirakva, Nama aparát, semlegesítő, bocsánat kérő mantrákat, ugye? Mantra hinam kriya hinam bhakti hinam janardana yat pujitam maya diva paripurnam tadastume. És akkor ahol mondja, ó kedves úram, kedves janardana, bármilyen pujat, amit csináltam, és valamilyen sértéseket követem el, és nem is volt semmi odaadásom, és mantrákat hibákkal mondtam, kérlek, fogad el ezt, és hogy legyen ez teljes. Ugye akkor másikban mondja, aparád, ha szásztra nekriyate har nishammaya, dasuhamiti mammat vaksam, azt van mondta szódana. Hogy ilyen napon sértéseket követem el, de kérlek, dasuham, fogad el engem, mint egy szolgát, tökéletlen szolga, és kérlek, hogy szabadíts meg, vagy semlegesíts meg ezeket a hibákat. Kegyesen bocsáss meg. Vagy pratijjátava govindáname bhakta pranasyati, iti samstricha samstricha pranansandharamyam aham. És akkor itt is mondja, kedves Govinda, te megígértél, hogy a te baktár sose fog elveszni, meg igen, elveszve. Újra és újra erre emlékszek, és akkor így megmaradok az életbe. Szóval, hogy én csak egy próbálkozó bakta vagyok. Szóval, amikor van ez a hangulat, hogy igen, én nem akarok ezeket elkövetni, de elkövetem, mert
Nem brahmana családba születtem. Hogy? Ja, például mi most is ott. Na majd mantrákat mondjunk, jó lesz. Szóval ezek működnek, de mikor, valamikor, ami itt probléma, hogy ezeket lehet visszaélni a szévaparádol, hogy valaki visszaél, akkor ebből lesz námáparád. Ez azt jelenti, már sokkal komolyabb sértés. Gyáj, zsisirad, hásem a szundara, ki gyáj. Szóval szévaparádból lehet námáparád. Hogy lesz szévaparádból námáparád? Mondd. Hát, hogyha nem teszünk erőfeszítést, és már nem foglalkozunk azzal, hogy törekedjünk, hogy minél jobbak legyünk a szolgálatunkban, hanem úgyis ott van majd a vérő mantra, nem számít semmi, ez már nem. Igen, amikor már tudatosan csinálom, és mondom, majd mantrázok. Igen, leborultam, megfogtam a tálcát, na nem baj, majd elmondom a mantrákat, és akkor minden rendben van. Szóval igen, amikor ember úgy végzi, követi el sértéseket, szévas aparát, szolgálat sértéseket, hogy számítja a szent névnek az erejére, hogy az megszabadítja engem minden sértéstől. És ezt úgy hívják, hogy inkább utána mondom, hogy hívják, de még elmondom egy történetet. Ki tudja, hogy hívják mostani indiai miniszterelnöket? Módi, Narendra Módi. Neki volt és van kettő ismerőse, volt mind a kettő gazdag, és egyik egy üzletember, aki amikor neki volt választási kampányt, akkor ő szponzorálta. És akkor nagyon jó a kapcsolatok voltak, és általában, hogyha egy miniszterelnöknek van egy nagyon jó kapcsolat, egy nagyon teljes jelenték embernek, akinek van pénze, meg minden, akkor ő könnyebb eljárással bejöhet hozzá mondjuk a parlamentbe találkozóra. És egyik alkalommal, nem is egyik alkalommal, hanem volt olyan időszak, amikor az a személy, aki szponzorálta neki a választási dolgokat, mind akarta bekerülni a Narendra Modihoz, de a titkára nem engedte, mindig mondta, most nem lehet, most foglalt, most ez a baj, és az a baj. Végül elment egy másik emberhez, aki ugyanúgy Narendra Modival jó kapcsolatban volt, és mondja, figyelj, nem tudok, el akarok menni, valamit meg akarok vele beszélni, de titkára nem engedi. Végül ketten be tudtak jutni hozzá. És akkor Narendra Modi nagyon örült, ó, de jó, hogy itt vagytok, nagyon-nagyon örülök, és gyere, ülj le, hogy vagy, mi újság? Hát minden rendben van, csak a tudat, én már régóta akartam hozzád eljutni, de a titkár, Rod, nem mindig mondta valami kifogásokat, és nem tudtam bejutni. Pillanat, megnyomta a gombot, kihívta a titkárját, és akkor azt mondja, titkárnak, látod ezt az embert? Igen. Bármikor jön, éjjel-nappal, bármikor, mindig enged be hozzám. Köszönöm, jó, így lesz. És akkor kiment a titkár, és utána mondja neki az az ember, azt mondja, hát tudod, hogy most szeretnék egy dolgot megkérni tőled, hogy amikor nemrég volt nálam ellenőrzés, jöttek a rendőrök, meg mindenféle apekek, meg nem tudom kik, és akkor találtak nálam, több millió dollárt, ami nincsen igazolás, hogy honnan van, és szeretnék megkérni téged, nem tudnál szólni nekik földről, hogy zárjanak le az ügyet, és kész. Fú, a Narendra Modinak a arca megvörösödött, megnyomta a gombot, titkárt behívta, és akkor mondja a titkárnak, látod ez az ember, ezt az embert? Igen. Bármikor jön, éjjel-nappal sose enged be.
Sose. Semmilyen, bármilyen kifogással jön, őt nem akarok látni, nem engedhetsz be sose. Értettél? Igen. Mehetsz. És kizavarta. Szóval miért? Mert ez az ember vissza akarta élni a valakinek a hatalmával. Ugyanúgy, hogyha valaki gondolja, hát a szentnél mindentől tisztítja, és akkor én most megcsinálom dolgokat, de majd Hare Krishnát mondom, vagy a bocsánatkérő mantrákat, akkor megtisztulok. Nem, akkor megerősödik a visszahatás. És ezért azt mondja, hogy mit kell csinálni ilyenkor? Igen, mit kell csinálni, hogy ne legyen ilyen probléma. Például úgyis így is valaki elköveti valami sértés az életében. Megszegi valamit. Előfordul a baktáknak, hogy megszegnek valami elvet. Akkor a Srimad Bhagavatamban van leírva, hogy akkor mondani kell, akkor milyen tudatállapotban kell lenni. Igen. Veda dukha atmakam kámam. Hogy az, a bakta, ő tudja, hogy az, amit most megcsináltam, azt csak nem bírtam ellenállni, mert viszi a szamszkár engem, hogy újra kövesek, de ettől, hogy én így csinálom, ettől nem leszek boldog. Hogy van ez a meggyőződés. Én ez a tevékenység nem tesz engem boldoggá. Csak nem tudtam ellenállni, mert olyan erős. Szóval amikor van ez a lelkiismeret, megbánás, hogy nem akarom, csak sódorolja engem ez a karma, az a Veda, Veda dukha atmakam, hogy ő tudja, Veda, ez tudja, hogy dukha, hogy ez csak szenvedés lesz ettől. Ez a kamán, ezek a vágyok, ami benne vannak, és hogyha teljesítem, akkor ez csak szenvedés. És paritjegépi anisvara, hogy ezért azt mondja, hogy én azért tudom, hogy én nem, én tudom, hogy a szenvedést okoz, de nem tudok ellenállni. És akkor elköveti. És akkor, akkor mi történik? Akkor mondja tovább ez a vers, ez a 11. ének. Tato bhaje tamam prita shraddalur drida nischaya. És jó, most ezt megcsináltam, de akkor még jobban. Még nagy bizalommal hite, hogy de egy megoldás az a bhakti, odaadó szolgálat meg tud engem szabadítani ettől, hogy én újra ne kövessek el. Drita nagyon határozottan niscsaja fog ezt gyakorolni. És ezzel a tudattal, hogyha én ezeket újra és újra csinálok, vagy hogy ezek a vágyak teljesítése, ez nem teszi boldog, hanem csak szenvedés. Szóval, amikor van ez a belső tudatállapot, valaki elköveti, akkor megtisztul. De amikor valaki gondolja, hát végül én csinálom odaadó szolgálatot, Krisnának ez fontos, értik elé, és akkor ezeket és azokat megszegem, aztán majd egyszer jó lesz valamikor. Na akkor ez jönnek a szenvedések. Akkor ez nincs megbocsájtva. De mikor ez az állapot, amit most beszéltünk a versről, akkor nincs is visszahatás. Hogyha valaki belül nagyon-nagyon-nagyon erősen megbánja, őszintén, akkor nem kapja visszahatást. Akkor fog kapni lelki erőt, hogy egyre gyengébb uraljon rajta ez a káma, ez a vágy, ez a szamszkár. Jó. Oké, igen, szóval ez megbánja. Igen, jó. Másképp, hogyha én gondolom, hogy hát nem probléma, Szent Név meg fog engem szabadítani, most jó, hát. Na, kivel nem történik, menjünk tovább, majd Szent Névet. És ezt úgy hívják, hogy Pápa Buddhi. Ki tudja, mit jelent szó Pápa? Buddhi.
tudat. Pápa Buddhi. Szóval amikor valaki azt gondolja, hogy én bármit csinálom, majd a Szent Név tisztítja, akkor ez bűnös tudatállapot. Bűnöző tudatállapot. Pápa Buddhi. És ez már hatadik sértés, nem a parád lesz. Szóval amikor valaki azt gondolja, hogy nem baj, hogy ezt megcsináltam, majd a Szent Név, ez hatadik aparát. Pápa Buddhi. Nem no balat jesjáhi pápa buddhir, ez mondja a hatadik szanszkritú hatadik aparádról, úgy hangzik. Nem no balat, hogy én gondolom, hogy a Szent Névnek az ereje, akkor ez pápa buddhir. Ne vigyetet jesjáhi hi shuddhi, akkor nem fog shuddhi. Valaki a pápa buddhiba van, hogy Szent Név megtisztítja, csinálhatom a dolgokat, vagy körbe megyek a tulaszit, vagy valamit, akkor ez nem fog megszabadítani. Nem tisztítja, hanem megerősíti. Ah, mindjárt megnézem, mennyi még maradt. Na, nem sok maradt. Oké. Bírjátok még? Oké. Visvanath Chakravarti Thakur mondja, megerősíti, hogy igen, hogy az a személy, aki ilyen tudatállapottal cselekszik, akkor azt mondja, hogy nem csak megszabadul, hogy sokkal erősebb lesz. Tendencia bűnös cselekvésre megerősödik. Szóval nem csak, hogy visszahatást kap, hanem annyira erősebb lesz, hogy sokkal nehezebb megállni. Nagyon sokszor, sajnos, de van sokszor olyan is példák, amikor egy bakta nagyon jól csinálta a szolgálatot, és amikor elkezdte egy pár bűnös tevékenységet végezni, az lemegy neki a minőség a szadanának, és onnan nem tud felállni. Sokkal lejjebb kezd, nagyon lejjebb leadja a standardeket, és ott él, és nem tud visszamenni. Mert ez a pápa buddhi nem engedi. Azért mondják, hogy nehezebb újra kezdeni, mikor valaki lejjebb ment egyszer. Ez a pápa buddhi. Prabhupát őket nevezi, hogy ezek professzionális bűnözők, akik már itt terveznek, hogy nem baj, bármit csinálhatjunk, minden jó lesz, nem probléma. Odaadó szolgálathoz megtisztítja. Na most megnézzünk, hogy miért ez a tudatállapot megerősíti a bűnös tendenciát, cselekvést, késztetést. Hát azért először, hogy ez a mentalitás, már maga mentalitás, hogy nem baj, hogy ezt most megcsinálom, majd Krishna megtisztítja, ez már ezzel a mentalitással én, hogy mondjunk, hozzájárulok, hogy már, hogy ez nem baj, ez, ebben nincsen semmi baj, ez meg lehet csinálni. Nem probléma, csinálhatod. És akkor nagyon veszélyes, amikor ezt halljunk a mások baktáktól. Akkor tudjunk a jó példát nehezen követni, és akkor nekünk vannak nehézségek, és valaki mondja neki, nem baj, most csak ennyi szabály, csak úgy, semmi gond, figyelj, jó lesz így, és akkor ez nagyon meg lehet gyorsan. A oroszok azt mondják, hogy rossz példa fertőző. Nagyon gyorsan lehet beállni a rossz példa után és menni. De itt van a példa Chaitanya Charitamritában, a Chotahari Das. Chotahari Das, amikor elment a Úr Chaitanyának koldoljon valami alamizsnát, bekobogott egy ajtót, és neki kinyílt egy ajtó egy öreg asszony. Nem is fiatal valamilyen szépségkirálynő, hanem egy ilyen idős hölgy. És ő csak egy kies szemmel ránézett egyet. És utána elutasított Úr Chaitanya. És bármennyit bocsánatot kért, nem. Bakták jöttek Úr Chaitanyához, és mondták, hogy hát végül nagyon jó bakta, és minden is, kérde, bocsáss meg őt. És Úr Chaitanya mondta, még egyszer fogtok róla beszélni, elmegyek tőletek. Természetesen Chotahari Das tiszta bakta volt.
De ahhoz, hogy mi értsünk meg, hogy Úr Csétánya nagyon érzékeny a mentalitásra, hogy valaki gondolja, nem baj, majd akkor én az Úrnak a közel szolga vagyok, bármit megtehetem, majd ő megbocsátja, mert van egy jó kapcsolatom. Csota Haridásznak ez nem segített. Végül öngyilkos lett. Lehet, hogy valaki mondja, fú, jó kis példa, öngyilkos. Jó, hát tiszta baktának öngyilkos lenne, ez olyan, mint átöltözni, szóval nem probléma. Ez nekünk így fuha, komoly, neki ez egy nem az a, nem ugyanolyan tudatállapot van. Szóval ez azt jelenti, hogyha valaki szolgálattal visszaélni próbál Istennel kapcsolatra, akkor erősödni fog. És ezért mondja Rupa Goszvámi, hogy a bhakti úton nincsen prajaschita, nincsen bűn semlegesítése, mint a karma úton, hogy valaki karma kandát, karma jogát gyakorol, akkor ott megcsináltál valami hibát, akkor most ilyen-ilyen ritus prajaschitát csináljál, és akkor menj oda, etesd meg azokat, ajánlj fel ezeket, egy tűzáldozatot, és akkor megszabadulsz a bűnnek a visszahatásától. A bhaktiból ilyen nincsen, mert bhakti út maga prajaschita, ő maga tisztítja, sokkal mélyebben és gyökerestől, de sokkal érzékenyebb is, mert hogyha visszaélés van, akkor szóval bhaktit nem szabad visszaélni, nem szabad kihasználni ezekre a dolgokra. Hogyha nincsen, amikor valaki, azért fontos tudni nekünk, hogyha mi akarunk elérni valamit, hogy tudjunk, hogy milyen mentalitás kell, hogy legyen, vagy ne legyen, ahhoz, hogy anarta nivriti történjen, nehogy egyre több anarta jöjjön létre. Szóval igen, hogyha nincsen kihasználva, visszaélve, akkor nagyon gyorsan, nagyon csodálatosan gyökerestől tisztítja bhakti mindent. Ez volt a mai téma, utána majd folytatjunk következő héten. Meglátjunk, hogy fesztivál előtt tudunk-e felkészülni, de egyelőre tervezünk jövő pénteken. Rendben, vannak esetleg kérdések valakinek? Igen? Hogy nem tudjunk, vagy nem csináljunk. Csináljunk, és nem tudjunk leállítani. Nem tudom, ennyi van, mert tényleg azon, hogy így végignézzük, hogy így menj le, és mindenki látja, hogy menj le, és ő megjelent. Azért, igen, mert itt pont az van, hogy mennyire bakta makacs ebbe a helyzetben. Mert azt mondják, hogyha valaki el tud engedni, nem lesz makacs, nem ragaszkodik, csak azért is, hogy ez így van, én így gondolom, így látom, hogyha ragaszkodik a saját álláspontjához, akkor nem tudjuk leállítani. Akkor vége. És az a baj, hogy volt, mikor Lila Shuka Prabhu, én gondolom több bhakta próbáltam, nem tudtunk mit csinálni. Mert sokszor ez a sértő mentalitás, ez olyan, mint egy elefánt. Eltapossa, és a növénykét, a baktilla, tehát hogy már nem tudjunk segíteni. Ezért nekünk, mikor látjunk ilyeneket, tanuljunk, hogy óvatosak legyünk, hogy ne engedjünk ezt a mentalitást magunkba, másképp nullázik minden. Elmegy az íz, mint a klasszikus példa Rupa Goszvámi, amikor meditált, Krisnát látta, Rádha Ránit látta, minden jó volt, és neki nem is volt mentalitása sértő, hanem mosolygott, csukott szemmel, és jött egy bakta, aki sánta volt, és akkor ő megsértődött, és már Rupa Goszvámi kilépett a meditációból. Ugye? Ott nem is volt ez a mentalitás, de
Volt egy másik bakta, ez hosszú történetet majd egyszer elmesélek részletesen, de volt egy bakta, aki nagyon-nagyon komoly szintre elérte. Nagyon. Nagyon fejlett volt. De jött hozzá anyukája, ami nem is volt bakta. És anyuka valamit kért, és valami, és ő nagyon ilyen lenézte, hogy egy karmi, mi van, én vagyok itt. Kész. Lecsúszott. Vége lett az egész lelki életnek. Igen, szóval így. Szóval alázatosság, ez a mondjuk a mai napra nekünk óvatos, alázatos mentalitás, ez a, és türelmes, az a helyes állapot, hogy fölfele menjünk. Akkor annak sose túl alázatos nem lehet. Lehet lenni hamis alázatos, de túl alázatos nem lehet lenni. Jó. Nem tudom, hogy válaszoltam? Oké, köszönöm. Más valami kérdés? Nincsen. Oké. Nagyon szépen köszönöm. Akkor fogunk folytatni. Folytatjunk. Hétfőn lesz, nem most csütörtökön lesz a Siksástaká, nem hétfőn, mert hétfőn Ekádasi és a Srila Prabhupád lecke lesz. Csütörtökön folytatjunk, és utána pénteken este próbáljunk a szampradáját. Oké, köszönjük szépen. Sisi Radha Sama Sundar Ki Jai. Srila Prabhupád Ki Jai. Nitai Góra Prémanandi. Hari 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 Bol. Góra Bhaktavrinda Ki Jai.